Tisztelt jelenlévők, hölgyeim és uraim! Tisztelettel köszöntöm Önöket Békésváros önkormányzata nevében, Szent István államalapításának évfordulóján és az új kenyér ünnepén. Kérem Önöket a Békésváros ifjúsági fúvózenekar kíséretében Bagoly László karmester vezényletével énekeljük el közösen a himnuszt. Testvérvárosok kenyere mozgalom Öreg Gábor és helyi vállalkozó kezdeményezésére indult 12 évvel ezelőtt. Célja az erdélyi testvértelepülésünkön működő gyergyószentmiklósi Szent Anna árvaház lakóinak megsegítése. A testvérvárosoktól és a helyi gazdáktól összegyűjtött búzát minden évben megőröltetik, a lisztből kenyeret süttetnek, melyet augusztus 20-a környékén értékesítenek. A befolyt pénzből támogatják Böjte Csaba, Csaba testvér gondozottjait. Az önkéntesek nagy lelkesedéssel kapcsolódtak be az árusításba, és gyűjtik a támogatásokat. A testvérvárosok kenyerei itt a helyszínen is kaphatóak az ünnepség alatt és az ünnepség után, valamint a Békési Ízek utcája főzőversenyen. Tisztelt ünneplő közönség! Ünnepi programunk kezdéseként a Békési Belencéres Néptánc Együttes műsorában gyönyörködhetünk. A Békési Belencéres Néptánc Együttes 2005-ben a helyi művészeti iskola akkor már több éve táncoló néptáncos növendékeiből alakult. Az együttes Békés megyei Prímadíjat és Békésváros által adományozott Civilek a Városért díjat, valamint a Békés megyei alapított közösségért díjat is átvehette az elmúlt évek során. Fennállásának 18 éve alatt számos hazai és nemzetközi sikert könyvelhetett el. A Belencéres fenntartója Békésváros és az általa alapított Belencéres Néptánc Együttesért Egyesület. A felnőtt táncegyüttes mellett több utánpótlás csoport is gondoskodik a jövő Belencéres táncosainak neveléséről. A Szokolai Sándor Alapfokú Művészeti Iskola keretein belül. Most az együttes ifjúsági csoportjának műsorában magyar palatkai táncokat láthatunk. Az utánpótlás csoportok tánckarvezetői Mahovicsné Ladányi Anita és Földesi Márton. Művészeti vezető Okányi Mihály. Fogadják őket sok szeretettel. Sűrű! Thank you.
Tisztelt ünneplő közönség! Tisztelettel felkérem Deákné Dobonkos Julianna asszonyt, Békésváros oktatási és kulturális tanácsnokát ünnepi beszédének megtartására. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves ünneplők! Ma reggel Budapesten a Nemzet főterén, a Kossuth téren felvonták a magyar lobogót. Megtörtént a honvéd tisztek avatása. Katonáink ünnepélyes esküvel fogadták, hogy Magyarország függetlenségét, az állampolgárok jogait és szabadságát bátran, az alaptörvény és a törvények betartásával és betartatásával, a rájuk bízott honvédek és fegyverek erejével életük árán is megvédik. Ezek a szavak most, amikor háború dúl a szomszédunkban, még nagyobb súllyal visszhangoznak bennünk. Életük árán is. Nagyra becsüljük és köszönjük katonáink hazaszeretetét, elszántságát, bátorságát. Az Úristen kíméljen meg bennünket a háborútól, és attól, hogy nagyhatalmak küzdőterévé váljunk. Őrizze katonáinkat és családjainkat békében. Tisztelt hölgyeim és uraim! Augusztus 20-án községeinkben, városainkban, Kárpát-medence szerte, sőt még azon is túl, fellobogózzuk épületeinket, ünneplőbe öltöztetjük szívünket. Ez történt városunkban is. Ma egyszerre emlékezünk a keresztény magyar állam megalapítására, és miután megszenteltük, megszegjük az új kenyeret is. Ha felcsendül az Isten áld meg a magyart, akkor minden magyar ember ünneplőbe öltözteti a lelkét. Ez a fohász túl kell mutasson párthovatartozáson, hit elveken, világlátáson. A himnusz mindannyiunkat közös ünneplésre hívja. Augusztus 20 a magyarság legősibb ünnepe. Államalapításunkat, Szent István királyunkat, s az életet jelentő új kenyeret is ünnepeljük ezen a napon. Ki az állam és a nemzet dolgairól, ki a természet évről évre megújulásában múltat s jövőt összekötő életről elmélkedik a mai ünnepen, s van akiben, akinek a tűzijátékban rejlik az ünnep varázsa. Szent István napja, mint szent ünnep megtartasson. Ezt 1090-ben Szent László királyunk rendelte el. És megtartatik azóta is, emlékezünk a királyra, aki államot teremtett ennek a népnek, a magyar hazának. A Szent Királyra emlékezünk, aki bölcsességével, elszántságával, előrelátásával, hazaszeretetével, szívvel és lélekkel rávezette a magyarokat arra az útra, amelyen azóta is járunk. Ezer éve járjuk ezt az utat. Nemzetek, népek tűntek el. Újak jelentek meg ez idő alatt az európai történelem színpadán. Mi magyarok azonban itt voltunk, itt vagyunk. Mi magyarok az a nemzet vagyunk, amely mindig új várat épít a romokra, amely akkor is kiáll az igaza mellett, ha mindenki ellene van, és amely mindig segít, ha bajt lát. Ma keresztény államunk megalapítását ünnepeljük. Az államalapítás hasonló a családalapításhoz. Bátorságot, hitet, elszántságot, a jövőbe vetett reménységet feltételez. A család pedig nem más, mint a nemzet kovásza. Amíg lesznek, akik gyermeket vállalnak, felelősen gyermeket nevelnek, addig fog erősödni a magyarság is. Szent István bátor döntése nélkül nem lenne ma önálló, független, erős Magyarország. Ahogy dédszüleink, nagyszüleink, szüleink bátor döntései nélkül ma mi sem lehetnénk itt. Kellett, hogy ők is merjenek, tudjanak igent mondani. Igent mondani az életre, a jövőre, igent mondani ránk. Ezekből az igenekből épül a közösségünk. Egy évezred távlatából első királyunk, Szent István életműve még mindig iránymutató, kapaszkodó, múlt, de egyben jövő is. És ez mindig is így lesz, amíg él a földön magyar ember. Diplomáciai és politikai érzéke
a rábízott közösség iránti önzetlen, elkötelezett szolgálata az egész magyar történelem egyik legnagyobb államférfiává avatta. Politikai, vallási és társadalmi szempontból lényegében ő teremtette meg Magyarországot, kijelölve és biztosítva a jövőbe vezető utat az ország népének. A kereszténységhez való csatlakozással, amely nem csupán máig ható politikai döntés volt részéről, hanem megélt hitéből, mély Isten kapcsolatából fakadt, és az akkor korszerűnek számító nyugat-európai társadalmi-politikai modell átvételével bekapcsolta hazánkat a fejlett Európa vérkeringésébe, megteremtve a keresztény erkölcsi alapokon nyugvó magyar államot és a magyarságot elválaszthatatlanul az európai kultúrkör szerves részévé tette. Enélkül a magyarság minden bizonnyal azon népek közé tartozna, amelyek eltűntek a történelem süllyesztőjében, és az utókor már csak a történelemkönyvek lapjairól vagy régészeti leletek révén ismerné a nevünket. Szent István hosszú távra biztosította a magyar állam függetlenségét. A szilárd alapoknak köszönhetően még a kilátástalannak tűnő helyzetekben sem tudta kiölni egyetlen nagyhatalom sem a magyarok szabadságvágyát, törekvésünket az önrendelkezésre, függetlenségre. Az államalapító király élete és műve, a független és erős Szent Magyarország mindig reményt adó, lelkesítő példaként állt és áll a magyarok előtt. Országunk mai állami és katolikus egyházi közigazgatása ugyan sok változáson ment át az évszázadok során, de mindmáig az István király által lerakott fundamentumon nyugszik. Ez is bizonyítja, nem homokra, hanem sziklára építkezett. Szent István munkássága, életműve többek között a szolidaritásra, a közösségért végzett szolgálatra hívja fel a figyelmünket. A magunk helyén és lehetőségei szerint ugyanez a lelkület, ugyanez a cselekvés kell, hogy áthassa a mi életünket is. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szent István Európát választotta, az értékek Európáját. Ezzel európai kultúránk kiemelkedő alakjává lett. Az egyetemes keresztény értékrend mellett munkássága kontinensünk szellemi örökségét képviseli. Kövessük István királyunk iránymutatását, amellyel biztosította a magyarság megmaradását. Magyarnak lenni és annak maradni Európában, európainak lenni és annak maradni Magyarországon, ez államalapítónk mindmáig időszerű üzenete. Nem szabad letérnünk a kijelölt útról. Meg kell őrizni hagyományainkat, a ránk hagyott örökséget. Csak így tudunk olyan országot, olyan várost építeni, ahol jó felnőni, jó élni, ahol mindenki biztonságos otthonra lelhet, s biztonságban élhet. Rajtunk is múlik, hogy ma, 2023-ban mit hagyunk örökül. Rajtunk is múlik, hogy építjük-e az éltető, biztos alapot adó sziklákat, vagy romboljuk. Mi valamennyien nap mint nap tevékenyen részt veszünk államunk alakításában. Életmódunkkal, megnyilvánulásainkkal, avagy a szavazó fülkében hozott döntésünkkel. Nem mindegy, miként felelünk meg az adott kor kihívásainak, milyen döntéseket hozunk életünk során. Jól tudjuk, a magyarság az államalapítás óta eltelt időben, a mostaninál sokkal súlyosabb időket is átélt, de mindegyikből győztesen került ki, mert olyan hagyományokkal, nyelvvel, kultúrával és életszemlélettel rendelkezett, amelyre a jelent és a jövőt lehetett építeni. Mi magyarok az a nemzet vagyunk, amely mindig képes volt új várat építeni a romokra, amely képes volt kiállni a Szent Istváni örökség mellett. Ez a hatalmas örökség újra súlyos próbák előtt áll. Felvetődhet a kérdés. Kell-e? Lehet-e ünnepelni akkor, amikor a szomszédban fegyverek ropognak? Amikor a háború súlyos gazdasági következményeivel is szembe kell néznünk?
Van-e ok, hely és alkalom az ünneplésre akkor, amikor családok százezrei gondolják aggodalommal újra kiadásaikat, korábbi terveiket? A válasz igen, tisztelt ünneplők. Igen, kell az ünnep. Most is, sőt éppen most van igazán szükségünk arra, hogy közös életünkre olyan távlatból tekintsünk, amely segít megérteni múltunkat, valósághűen látni jelenünket, és bölcs döntésekkel segíteni jövőnket. Most kell olyan magasságba emelkednünk, és olyan mélységet keresnünk, ahol a nemzet magától értetődő összetartozását megtaláljuk. Most kell erőt merítenünk Szent István bölcsességéből, Isten hitéből, előrelátásából, bátorságából, szerénységéből. Most van alkalmunk végig gondolni, mennyi bal szerencse, viszály, igazságtalanság ellenére maradt meg erősnek a magyar nemzet. Amikor magasba kúszik a piros-fehér-zöld lobogó, amikor koszorúkat borzol emlékműveink körül a szél, méltán lehetünk büszkék. Tisztelt hölgyeim és uraim! Szent István napja örömünnep. Igen, van okunk ma ünnepelni. Szent István népe vagyunk, ezt a gyökeret nem lehet kitépni a magyar emberek szívéből. Ahogy alaptörvényünk is méltatja első királyunkat, büszkék vagyunk arra, hogy Szent István királyunk 1000 évvel ezelőtt szilárd alapokra helyezte a magyar államot, és hazánkat a keresztény Európa részévé tette. Ma sem az a kérdés, hogy hova tartozunk. Létünk, államiságunk maga felel erre. A valódi kérdés az, hogy 20 év múlva, 100 vagy 1000 év múlva létezik-e még a magyarok természetes otthona, a keresztény Európa. Vajon fennmarad-e az időrostáján? Szükségünk van az európai országok közösségére, és nekik is szükségük van ránk. Ma, amikor kontinensünk nagyhatalmak küzdőterévé vált, egymásnak kell vetnünk a vállunkat. Olyan közös európai döntéseket kell hozni, amelyek a közös jót szolgálják. Nekünk, magyaroknak is fel kell ismernünk az azonos értékeket és érdekeket, ahogy a többieknek is. Magyarország növelni akarja Európa erejét, fel akarja erősíteni Európa hangját. Így van esélyünk megvédeni az európai embereket, és megőrizni mindazt történelmünkből és kultúránkból, ami Európát naggyá tette. Tisztelt ünneplők! Nehéz időket élünk, és még kijózanítóbb idők jöhetnek. A világ és ezen belül Európa rendjének helyreállításához és megőrzéséhez bátor, határozott és bölcs vezetőkre van szükség, akik képesek a jog és az igazságosság fenntartására. Akik életüket és munkájukat mélyebb és magasabb összefüggésben mérik meg, mint a mindennapi politikai küzdelmek. Akik nem riadnak meg a pillanatnyi meg nem értettségtől, akik türelmesek és józanok tudnak maradni. Ilyen vezetők kellenek. Magyarországon és Európában is. Olyan vezetők, akik a nehéz, áldozatot követelő és érdekeket sértő döntések meghozatalakor nem feledkeznek meg az elesettekről és a nélkülözőkről sem. Ismét próbatétel előtt állunk. Nem pusztán jó vezetőkre van szükség, hanem józan, belátó, bölcs magyar emberekre. A magyarság válságálló, és van képessége az összekapaszkodásra, még ha ez gyakran nem is látszik. Második János Pál pápa a hősök terén egykor így szólt a függetlenségét visszanyert magyar nemzethez. A béke neve igazságosság, szolidaritás és szeretet. A nemzet csak akkor remélhet egy jobb jövőt, ha polgárai képesek közös erőfeszítéssel felelősséget vállalni a közjóért. Ezt kérem most önöktől, ezt a közös erőfeszítést. Azért, hogy 20 év múlva, sőt, 1000 év múlva is magyarul szólhasson István napon nemzeti imádságunk, és legyen, aki énekelje. Tisztelt ünneplő közönség! Ma állami ünnepünkön
hálával emlékezünk államalapító királyunkra. Tisztelgünk a magyar történelem neves és ismeretlen hősei előtt, akik nagy tettekkel, vagy éppen hétköznapi, de hűséges, kitartó munkával járultak hozzá hazánk, nemzetünk fennmaradásához, jólétéhez. Nem szabad elfelejtenünk, hogy kik vagyunk és honnan jöttünk. Hogyan váltunk Európa közepén kicsiny, de megmaradni képes országgá, nemzetté. Ennek a megmaradásnak az egyik jelképe az új kenyér, az élet táplálója. Hazánkban a legtöbb helyen mára befejeződött az aratás, az ország kenyere a kihívások ellenére is biztosított. Talán nem vagyok egyedül, aki még emlékszik, hogy szülei, nagyszülei a frissen sült kenyérre késsel keresztet rajzoltak, mielőtt megszedték. Ők is tudták, hogy a kenyér nem csak liszt, víz, kovász, hanem lelki minőség, összekötő kapocs, élet, ahogy a búzát egyes magyar vidékeken még ma is nevezik. Ahogy a kenyér a búzamező végtelensége, úgy az apró búzaszem ereje is ott rejlik benne. Minden egyes búzaszemé. Köszönetet mondok a gazdák szorgalmáért és kitartásáért, hisz elhivatott munkájuknak köszönhetően kerülhet az új kenyér minden magyar család asztalára. Kívánok önöknek békét és bőséget, hitben, szeretetben megélt szép jövőt mindannyiunknak. Augusztus 20 az állam, a nemzet, tehát a közösség ünnepe. Hőseink sora végtelen, erejük mindannyiunkban ott lobog. Ma nemzetünk ünnepén azt kívánom önöknek, magunknak, hogy mindig legyen kenyér az asztalon, és legyenek olyanok is, akikkel öröm az asztal köré ülni. Ha ezért küzdünk közösen, ha így dolgozunk, méltó örökségként tekinthetünk az államalapítás hatalmas művére. Ebben bízva, közös munkára, közös ünneplésre hívok ma minden jelenlévőt. Isten éltesse a magyarokat, Isten éltesse Magyarországot, Isten éltesse Békés városát. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönjük szépen Deákné Domonkos Juliannak képviselőasszony gondolatait. Tisztelt ünneplő közönség! Fogadják szeretettel Nagy Róbert, a Madách Színház és a Békés Csabai Jókai Színház színművészének ünnepi műsorát. Ahol álmomban jártam, Magyarország, ahol az arcodban láttam a magam arcát. Az ölelésben bőség, az igaz ügyben hűség voltál. Én azt az arcot már őrzöm, Magyarország, hiszek az álmomban egy életen át. Magyarország, te vagy a szívemben írva, Magyarország, te vagy a lelkemre bízva, Magyarország. Hát te vezess most engem, s amit meg kell tennem, segítsd. Legyél a holnapban rejlő bizonyosság, én csak az életem bízom rád. Van egy ország, ahol álmomban jártam, Magyarország, ahol az arcodban láttam a magam arcát.
gyere is egyszer végre, amikor új nap ébred, te várj. Gyere is bújj hozzám újra, Magyarország, én ezer év óta várlak már. Gyere is egyszer végre, amikor új nap ébred, te várj. Gyere is bújj hozzám újra, Magyarország, én ezer év óta várlak már. Magyarország, idegen földön, ha járok, Magyarország, velem az út is megfordul, az a hozzád. Velem az ősök kérnek, engedd, hogy benned éljek tovább. Ahogyan ők élnek bennem, Magyarország, milliók áldása szálljon rá. Velem az ősök kérnek, engedd, hogy benned éljek tovább. Ahogyan ők élnek bennem, Magyarország, milliók áldása szálljon rá. Legyél a holnapban rejlő bizonyosság, én csak az életem bízom rád. Legyél a holnapban rejlő bizonyosság, milliók áldása szálljon rád. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, harcokban, bűnökben, szennyekben, rád tekint árva világod. A te neved megszenteltessék, a te legszebb neved békesség. Jöjjön el a te országod. Véres a földünk, háború van. Kezed sújtását sejtjük, Uram, s mondjuk, de nyögve szomorúan. Add, hogy mondhassuk könnyebben. Legyen meg a te akaratod, miként angyalok mondják mennyekben. Előtted, Uram, a hon java, s hújjon a lomb, csak éljen a fa. De vajon a legkisebb lombot nem őrzi-e atyai gondod? Nem lenge az utolsó fürtön is, áldva miképpen mennyekben, azonképpen itt a földön is. Megráztál, már nem rehet szörnyebben. Most, ami fánkon megmarad, őrizd meg őszig a búzsgaljat. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és gyermekeinket növeld békére, ha bűn, hogy ma lábunk vérben csúszik, meg értük az. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. A gaz tied büntetni, a miénk csak az, hogy oltalmazzuk a mieinket. És ne vigy a kísértetbe minket, hogy ártatlanságunk tudatát, mint drága páncélos inget, őrizzük meg bár véresen, hogy át ne hasadjon sohasem. Jaj, aki ellenünk mozdul, megvívunk készen bármi csatát, de szabadíts meg a gonosztul, mert tiéd az ország, kezébe tette le sorsát. Te vagy a legnagyobb erősség, ki neveden buzdul, bármennyit küzdés vérez. Előbb vagy utóbb övé lesz a hatalom és a dicsőség. Mondunk, s egyet gondolunk.
patak, mint az odébb rúgott kő. Mint a fáradt vándor, ki némán enni kér. Otthon, házat, hazát, nyugalmat már többé nem remél. S bár a lényeget még nem értheted, amíg nem éltél nehéz éveket, hogy történjen bármi, amíg élünk, s meghalunk, mi egy vérből valók vagyunk. Mint a leszakított haldokló virág, mint az 5 millió magyar, akit nem hall a nagy világ. Mint borba hullott mag, mi többé nem erem, ha nem vigyázol rá, olyanok leszünk mi is nélküled. S bár a lényeget még nem értheted, amíg nem éltél nehéz éveket, hogy történjen bármi, amíg élünk, s meghalunk, mi egy vérből valók vagyunk. Hogy történjen bármi, amíg élünk, s meghalunk, mi egy vérből valók vagyunk. Mi egy vérből valók vagyunk. Mi egy vérből valók vagyunk. Most pedig felkérem az egyházak képviselőit, mondjanak imát, áldják és szenteljék meg az új kenyeret. Felkérem a baptista gyülekezet képviseletében Gyaraki László Zsolt gyülekezetvezető urat, hogy imádkozzon. A római katolikus egyház képviseletében Tapodi Krisztián gyulai káplán urat, hogy szentelje meg az új kenyeret, valamint a református egyház képviseletében Molnár Máté vezető lelkész urat, hogy áldja, illetve szegje meg az új kenyeret és a testvérvárosok kenyerét. Míg Isten lesz, kenyér is lesz, tartja egy népi szólás. Tisztelt jelenlévők, kedves hallgatóság! Mielőtt tisztemnek eleget téve imádkoznék, kérem engedjék meg, hogy néhány szót szóljak Isten igéje alapján a kenyérről, hiszen az államalapítás mellett az új kenyérre is emlékezünk ezen a napon. Az ember legalapvetőbb élelmiszere a kenyér, az életet, a megélhetést és az otthont szimbolizálja. Hálásnak kell lennünk Istennek a kenyérért, hogy asztalunkon lehet, és hogy megvannak ennek természeti és anyagi feltételei. Szükségünk van rá, táplálja testünket, és nem utolsó sorban, még finom is. Azonban az Úr Jézus egy helyen így szól a Szentírásban. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, mely Isten szájából származik. Röviden azt szeretné az Úr Jézus a szívére helyezni a ma emberének is, hogy életét ne csupán testi síkon élje, ne csupán a test szükségleteinek kielégítésére gondoljon. Áldozza érte erejét, idejét, fiatalságát, családját, egészségét, hanem vegye észre a lelke szükségeit is. Mert az ember lelke is éhezik, ugyanúgy, mint a teste. Szüksége van táplálékra. Így vagyunk teremtve. És ez a világ jól akarja lakatni a lelkünket a maga módszereivel, szellemiségével, élvezeteivel, de megelégíteni csak Isten igéje képes. Elismerhetjük ezt, vagy tagadhatjuk, ettől függetlenül így van. És ahogyan a kenyér
elfogyasztva új erőt ad, úgy Isten szava képes új életet adni, ha befogadjuk. Ha van itt valaki, aki vágyik erre az új életre, jó hírem van, megkaphatja ajándékba. Szólítsa meg hittel Istent, és kérje tőle. Ugyancsak Jézus mondta, én vagyok az élet kenyere, aki én hozzám jön, nem éhezik meg, és aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. Isten áldása, jósága, szeretete, hogy mind a fizikai, mind a lelki kenyér, a nagybetűs ige elérhető mindannyiunk számára. Éljünk vele, és élünk általa. Imádkozzunk! Mindenható Istenünk, hálás szívvel köszönjük meg neked, hogy minden jó adomány és tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság atyától, azaz tőled száll alá, hogy megörvendeztessen és megelégítsen bennünket. Hálát adunk neked, Istenünk, ezért a gondviselő szeretetért, amely megőrizte a magyarságot több mint 1000 éven keresztül. Hálát adunk azért, mert most is a te áldó és őrző kegyelmed, őrző kezed ott van fölöttünk, ott van alattunk, védelmez és tart. Hálát adunk azért, mert nem érdemeink szerint bánsz velünk, hanem szeretetből, kegyelmedből. Hálát adunk az Úr Jézus Krisztusért, a lelki kenyérért, amely megörvendeztet bennünket, ha befogadjuk, ha szavával élünk, ha követjük, ha élünk általa. Megköszönjük neked államalapító elődeinket, az ő bátorságukat, hitüket, elszántságukat, és az, hogy ennek a döntésnek a következményeit élvezhetjük most is, szerte hazában, ezen az egész földön. Hálát adunk a kenyérért is, a testért, amely asztalunkra kerülhet. Hálát adunk, hogy megvannak a feltételei is ennek. És imádkozunk azért, Istenünk, hogy tekints ránk a jelenben és a jövőben is egyaránt. A magyarságra, akik szerte élnek ebben a teremtett világban, áld meg valamennyiünket, magyar népünk vezetőit, ország vezetőit, város vezetőit, mindazokat, akiket erre a titulusra méltattál, hogy bölcsen, jó lelki ismeretük szerint, vagy éppen lelked vezetése által tegyék mindazt, amit rájuk bíztál. És hisszük, atyánk, hogy akkor megtartasz minket, megáldasz bennünket, tovább vezetsz, és adsz egy reményteljes jövőt. Erre vágyunk, ezért könyörgünk, és ezért akarunk munkálkodni, kiki a maga helyén, talentumaival, ajándékaival. Kérünk, hogy hallgass meg bennünket, és továbbra is maradj velünk ígéreted szerint, a te fiad az Úr Jézus Krisztus nevében hallgass meg bennünket. Amen. Könyörögjünk. Dicsőítünk téged, atyánk, Istenünk, Jézus Krisztus a te fiad által, aki a pusztában megáldotta az öt kenyeret, és megszaporította, hogy táplálja vele az összegyűlt sokaságot. Urunk, aki megadtad, hogy Szent István királyunk, országunk fővédő szentjének ünnepén, összegyűlve együtt ünnepeljünk, aki hétről hétre megtöröd, és szétosztott közöttünk az eukarisztia égi kenyerét, áld meg ezeket a kenyereket, mindennapi életünk táplálékait, és taníts meg arra, hogy mindennapi kenyerünket mi is megosszuk másokkal, hogy megízlelhessük az igazi testvéri szeretet ízét, szent neved dicséretére és dicsőségére, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. És a mindenható Istennek áldása szálljon erre a kenyérre, és mindarra, akik fogyasztják. Amen. Kedves békésiek, drága testvérek, szeretettel köszöntelek benneteket, úgy, ahogyan Pál apostol is köszöntötte az övéit. Kegyelem nektek és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvérek, tisztelt egybegyűltek, itt lehetünk most, hála legyen az Úrnak,
egy év elteltével augusztus 20-án az Úristen ismét megmutatta, hogy van hatalma, és ezzel a hatalmával jóságosan fordult felénk, ismét megáldotta a szántóföldjeinket, ismét új kenyér kerülhet az asztalra. Én szívemből kívánom és kérem az Úristent, hogy valóban ez a tápláló eledel minden család asztalára a következő esztendőbe is oda kerülhessen. Így kívánjuk most Isten áldását, és kérjük a megjelentekre és az új kenyérre is. A békesség Istene pedig szenteljen meg titeket mindenestől, hogy a ti egész valótok, mint testetek, mint lelketek, fedhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. És áldja meg ezt a kenyeret, amiben nemzetünk múltja, jelene és jövője gyökerezik, ami könyörülő Istenünk kegyelme által. Amen. Az új kenyér. Áldja meg az Úr. Ünnepségünk végén kérem Önöket, a Békésvárosi Ifjúsági Fúvószenekar kíséretében énekeljük el a szózatot. Végezetül felkérem Kálmán Tibor polgármester urat és Szebellédi Zoltán alelnök urat a megszentelt kenyér kínálására. Tisztelt ünneplő közönség, köszönöm, hogy jelenlétükkel megtisztelték ünnepségünket. Töltsük továbbra is együtt az augusztus 20-át. Szeretettel invitáljuk Önöket a 25. Madzagfalvi Napok mai záró rendezvényeire. A Békési Ízek utcája főzőverseny már javában zajlik a rendezvénytéren. Ide invitáljuk Önöket szeretettel, amelynek eredmény hirdetésére körülbelül 3 órakor kerül sor. Ezt követően 3:30-tól érkezik a 3+2 zenekar, szintén a rendezvénytéren nagy színpadon. Oda invitáljuk Önöket. Látogassák meg a Békés Kincsestára helyi értékek kiállítását a Kulturális Központban. Kellemes időtöltést kívánok mindenkinek augusztus 20-ára és a Madzagfalvi Napok utolsó zárónapjára. Legyen szép napjuk, a viszontlátásra!